Hogyan került kapcsolatban a reflexológiával, mi volt kezdetben a probléma? A probléma gyógyszerű való leszokás volt, félelemérzéseim, félelmeim, szorongásaim, étvágytalanság, fejzúgás és álmatlanság volt, amivel küzdködtem és szenvedtem. Mik voltak a tapasztalatok, amikor először eljött ide, aztán hogyan változott az állapota? Egy állapotfelméréssel kezdtük a Mariannal, az alapján meg is felírtuk, hogy mik is az alapvető problémák. A talpmasszázsal megnézte azt, hogy mely részek azok, ahol problémák vannak, és hát itt már a hitelességet már ez is mutatta, hogy ténylegesen igazán nem túl sok mindent mondtam el magamról, és megállapította, hogy merre vannak gondok. Elmondta normálisan azt, hogy mi is várható, hogyan megyünk majd folyamatosan tovább, tehát nem volt hitegetés igazán, tehát nem egy reklámfogás ez az egész, hogy egy kicsit áruljuk saját magunkat, hanem egy tényleges valós állapotokat mondott el, és a teljes kezelésre ez mind végig igaz volt. A tapasztalatok az voltak, hogy az elején nagyon fájt a talp, mert ugye bár mindenhol voltak kisebb problémák és görcsök, három szakaszra lehetett végül is szétosztani a kezelés teljes stádiumát, és ténylegesen mindenbe úgy haladtunk, ahogy a Marian mondta. Ő már a kezelés eleje tájékán megmondta, hogy körülbelül mikor is fogunk végezni, mert nekem volt egy kis izgalmam, mert szeptemberben esküvőm volt, és mondtam, hogy addigra én már rendbe szeretnék jönni. Úgyhogy ezen dolgoztunk, hogy meditációtól kezdve energiaáramoltatás és talp, valamint testmasszázssal értük el azt az állapotot, hogy most már a mai napon 5. hónapja nem szedek semmilyen féle gyógyszer, és teljesen jó közérzetem, fogytam 10 kilót, és hát ez nem olyan fogyás, hogy most az ember rosszabbá vált, hanem túlsúlyos voltam is. A méregtelenítés, a vérrendszer kiürülése kapcsán, hát ez egy ilyen állapotot alakított ki. Mai napra meg már a testem úgy megszokta magát ezt a életformát is, mert ez egy életforma, mert meg kell tanulni egy kicsit étkezni, és hát én két dolgot fedeztem fel, a stresszt és az étkezés, ami minden bajnak a valamilyen szintű forrása. És azokat most már próbálom kiküszöbölni az életemből, ezáltal sokkal nyugodtabb és igazabb vagyok a mindennapokban. Más jelzés is érkezett, amiből arra következtetett, hogy folytatni kell a reflexológiával való foglalkozást, illetve el kell járni talpmasszázsra, nem csak a fizikai tünetek, hanem természetesen a lelki állapot is jó irányba változott. Így van, tehát az emberek mindig azt kell megtapasztalnia, hogy ő mit is akar valójában. Tehát most itt a Marian mondhatott volna nekem nagyon sok szép és jó dolgot, hogyha neki nincsen eredménye. Tehát nagyon sokan járnak azért olyan, hát én kuruzslóknak hívom őket, akik eladják magukat, de itt meg megtapasztaltam ténylegesen azt, hogy ez jó. A szervezetem meg most már olyan szinten igényli ezt, hogyha olyankor étkezek, amikor igazán a testem vagy a szervezetem nem tudja feldolgozni, akkor ezt jelzi egyből. Tehát itt már az elején úgy indultunk el, hogy egy étkezési szokásra kellett ráállni, ami most már nem probléma, mert igazán most már ezt kívánom én is. Követtem Mariannak az utasításait és ajánlásait, és utána rájöttem, hogy ez nekem így jó, mert most már, ha este húst teszek, másnap reggel rossz a gyomrom. Ez eddig meg nem lehetett észrevenni, mert egy Marian mondta, hogy nem azonnal jött ki az a hatás, hanem később, mert tele van a szervezet méreg.